és július 9-e 2021-es évben vagyunk. A következő 45 percben szeretném megtartani a Skyway konferenciát. Első részben lesznek információk, a másodikban is lesznek. Ma elég sok új információ összegyűlt, és remélem, hogy hasznos lesz ez a mai konferencia, amit természetesen felveszünk, és hétfőn dél körül, délután lesz a YouTube csatornán. A cég alapítója Anatoly Edvardzsics Junicki, aki most magára azt mondja, hogy többet van Dubajban, meg repülőben, mint otthon, Minskbe. Nagyon jó haladnak sok projektekkel, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen emberrel tudunk együtt dolgozni, mint partnerként, és mert több mint 40-45 éve már készíti ezt a technológiát. Igaz, régebben másképp rajzolta, másképp képzelte el a járműveket, de meg az egész technológiát, de most már több mint 650 személy dolgozik a cégnél, és mérnökök, dizájnerok, meg minden más, ami szükség ennek a technológiára, és egy igazán nagyobb csapat, és egyik legnagyobb cégre váltak Belorussziába, és ennek is köszönhető, hogy ennyire fejlődött ez a technológia. Egy olyan szállítási rendszer, ami nem aszfalton, nem sineken, lent a földön megy, hanem fel van emelve városba olyan 6,5 méter körülbelül, és városon kívül 15 méter magason, oszlopokon felépítve, és ez a HUR technológia többféle, most már 6 szakasz készen van, Marina Gorkába, Belorussziába, meg Sárgyába is készítik most a harmadik szakaszt. Úgyhogy lehet mondani, hogy ideértünk a 2021-es évbe, ahol elkezdték a célprojektek építését és üzemeltetése, mert tudjuk, hogy az idén már a második célprojekt is októberben el lesz indítva, és bár össze lesz kötve vel az elsővel, a 400 méterrel, ez egy pilóta projekt, és a következő, ami már utas szállítás is lesz, megépítik a többieket. De majd mondjuk tovább, ahogy megy a prezentáció. Mi úgy kerültünk ide, hogy egy crowd investing opcióval elindították a finanszírozást, most már több mint 200 országban és régióban, körülbelül 400 ezer befektető támogassa ezt a projektet, és 15 fázisra el lett osztva. Én 2016-ban ismertem meg ezt a céget, és elindultam egy kisebb csomaggal, később, mikor több információhoz jutottam, elmentem Berlinbe is, kiállításra, a legnagyobb világkiállítás, minden vonatok, meg vasúti kiállítás, akkor utána elmentem Rigába, Lettországba, ahol megismertem a Skyway vezetőséget, és láttam, hogy ez egy komoly cég, és érdemes velük dolgozni is, nem csak mint befektető lenni. Úgyhogy ki lehet választani, vannak nagyon sok, legtöbbnyi olyan partnerünk van, akik csak befektetők, nekik semmi más nincs, hogy csak hogy csináljanak egy regisztrációt, valaki elküldi neki az ajánló linket, és megcsinálja a verifikációt, és utána megvesz valamilyen részvénycsomagot, és ez úgy működik, hogy eztet egy konvertálható kölcsönszerződéssel csinálja a cég, és egy közreműködő cég, úgy hívják, hogy Sky World Community,
akin keresztül mi ezt be tudunk regisztrálni is, és hozzájutni majd ezekhez a részvényekhez. A SkyWorld Community ő nem megy ki a tőzsdére, ő csak közvetítő cég, és vezeti a mi adatainkat, meg nálunk, mikor bemegyünk a webirodába, akkor meg tudjuk látni az összes certifikátokat, a szerződéseket, és 20 nyelvre le van fordítva a webiroda. A GTI az a anyacég, Global Transport Investment, és ő a Skyway technológiának a tulajdonosa. A Unitsky String technológia, meg a cégcsoport irányító cége, és ezzel a névvel is jelennek meg minden kiállításon a szerződéskötést, a célprojektekkel, és a technológiát fejleszti ez a cég. A Euro-Asian Real Skyway System Holding 1-es, 2-es és 3-as, itten vannak, ez is a GTI tulajdoni birtoka, és itten lesznek majd beegyezve, meg már vannak, ez a cég fog kimenni a tőzsdére, és rajta keresztül tudunk mi szerezni nyereséget, ha eladjuk a részvényeinket. A következő új információk, amit összetudtam szerezni ezen a héten, volt egy Vladimir Maszlónak egy konferenciája, meg az internet hivatalos weboldalokon, és a többféle cég, média, híradók, új weboldal, újságok, akik megjelenítették az információkat. Egy, ami nagyon fontos, a CNN, ugye ezt mindenki tudja, egyik legismertebb cég, aki a információt ossza, és itt is megjelent, itt lehet látni, hogy tegnap, július 8-án megjelenítették egy 2 perces videót, és erről a technológiáról írnak. A következő, ami ma is megjelent, a német híradóba, német műsor. Egy, amit egy nagy hibát, nem tudom honnan nekik valaki összekeverte, azt mondta a hölgy, a bemondó, hogy 150 millió dollár egy kilométer. Én örülök ennek a hibának, mert annak idejében, mikor én foglalkoztam ilyen több termékes üzletekkel, mikor nagy árat mond az ember a vevőnek, akkor mindjárt jobban értékelik. Úgyhogy ez egy hiba volt, de véletlen, és mindenki sokkal jobban odafigyel, mikor valami drága. Később majd kiderül, hogy még a tized része se nem lesz, ha majd építenek Németországba, mert 15 millió dollárért a legdrágább kilométert, nem tudom milyen hegyekbe, vagy nehéz zsúfolt városba, ott is meg tudják építeni. Ilyen 3, 4, 6, 7 millió dollár az átlag, szóval 5% annak az árnak, amit bemondtak, és mikor valaki érdeklődik majd egy célprojekthez, akkor nagyon pozitívan meglepődik, mert meglátják, hogy... De biztos, ha valaki ránéz, akkor megmondja, hogy bír egy kilométer ennyibe kerülni. Úgyhogy jó pozitív hír volt ez a német tévén is. Mi ugye most múlt hónapban 25-én bementünk a 14.2 szakaszba, és itten lehet látni, hogy a részvénycsomagok megváltoztak a diszkontok. Most egy Innotrans csomag 30 ezer tulajdoni hányadat kapunk 1000 dollárért, ha először vesszük meg. De ha már harmadszor, negyedszer, ötödször megvesszük,
akkor már 44 ezer. Tudjuk, hogy a InnoTrans csomag egy 30 napon belül, ha megveszük a másodikat, akkor már 34 ezeret kapunk, ha harmadikat vagy tizediket, akkor minden következő 44 ezer tulajdoni hányat. És ez egy jó diszkont. Amit nem kell elfelejteni, akik vásároltak csomagot, meg a szponzoruk, mikor valaki vesz az első vonalba a csomagot, akkor mindig kapunk egy új kupont, és ezt a kupont be lehet váltani. Úgyhogy ezt ne felejtsétek el, én tegnap előtt léptettem be egy új partnert, és ő megvette egy csomagot, és ő is kapott még egy kupont, meg elhasználta az én ajándékkuponomat, amit elküldtem neki. Itt lehet látni, hogy milyen diszkontok vannak, például 5 havi hónapra 100 dollár, akkor 12 ezer tulajdoni hányat, meg még plusz a kuponnal 1,5-szer 6 ezeret lehet kapni. Hogyha ez a webirodában megvan, meg lehet mindenkinek nézni, mobiltelefon, táblagépen, számítógépen, mindenhol jól működik. És itt van ez a kupon, ez most ki lett használva, de most kaptam egy új kupont, ami még 30 napig. Úgyhogy ez is egy ilyen promóció, még 30 napig érvényes, ami promóció, ami jó motiváló, mert az emberek, mikor kiválasztanak egy csomagot, akkor még plusz 50 vagy 100% tulajdoni hányadat kapnak. Van egy célprojekt, amit most készítenek, az egy gyors pálya építés a Abu Dhabitól Dubai fele, ez körülbelül egy 40% út, mert összesen 130-140 kilométer, attól függ, hogy honnan mérik, mert a Abu Dhabi és meg Dubai is milliómos város, de központtól nekem a Google 139 kilométert mutatott, és ez egy 20 perces utazás lesz, mert ez a Unilett, ez 500 kilométer per óra sebességgel fog majd menni. A 60 kilométert akarnak kiépíteni a 15. szakaszba, ahogy ez befejeződik, úgy fejeződik be a 15. szakasz is, és erre kell 200 millió dollár. Van két opció, egy, ha találnak nagy befektetőket, akkor azzal finanszírozzák, de ha nem találnak, akkor az idén teljesen el van készítve a cég, hogy kimehessen a tőzsdére, mert tudjuk azt, hogy tavaly már szeptemberben beadtak minden könyvet, és 3 céggel kötöttek szerződést, a kivételező céggel, akik viszik majd ki tőzsdére, és ha nem tudják, nem találnak befektetőt, akkor még a 15. fázisba kimennek a tőzsdére, de akkor természetesen a finanszírozás az le lesz zárva. Mi most abban a fázisban vagyunk, amikor a fő projekt beruházást lezárulnak, de lehetőség nyílik majd célprojektekbe befektetni, már lehet, hogy az idén is el lesznek készítve, de jövő év elején az biztos, hogy lehet ilyen külön célprojektekbe befektetni. Ugye ez a 15 fázis, most igazán már ott vagyunk a 90-valahány százaléknál, és ezt legtöbbet tőlünk függ. Nagyon örülünk annak, hogy elindultak ilyen országok, mint Vietnám, Brazília, Argentina, Paraguay, Uruguay, amelyik, meg Nigéria, amelyik nagyon nagy lendülettel, ezek mind új befektetők, akik most hallottak először erről a technológiáról, és sokkal nagyobb forgalmat bonyolítanak, mint például mi itt Európában. De azért
ezek az országok, amit én vezetek, Macedónia, Horvátország, Magyarország, Szlovénia, ezek elég szépen, van egy stabil forgalom, és elég aktív országok. Szerbia az kicsit gyöngébb most, de volt, mikor 30-40 ezer dollár havonta ott a nagyon kicsi a fizetés, és kevesebb, kisebb csomagokat vásároltak. Bár Macedónia se, nem annyira, de nagyon jó lendület, és Macedóniából Görögország és Törökország most legújabb elindultak új vonalok. Úgyhogy van még sok ember, aki nem hallott a Skyway-ről, de nagyon kevés idő, mert Maslow szerint körülbelül még fél évig tarthat ez a finanszírozás. Úgyhogy most úgy gondolkodnak, hogy ezt az évet le akarják zárni. A következő információ, amit sokan kérdeznek, azok a tokenok. Most július 1-én a tokenok szabadak. Én ma voltam bent a webirodába, ebbe, itten jobbról fent, www.account.svg.io. Itt vannak a mi tokenjaink, akik beváltották, tudjátok, hogy 2 évvel ezelőtt 100 000 részvényt be lehetett, nem részvényt, hanem tulajdoni hányadat, be lehetett váltani 2000 tokenba. Sajnos én mindenkinek mondtam akkor, hogy ne váltsak be, megcsináltunk egy ilyen próbát, én nem sajnálom, de nem legjobban jártunk, mert most, ha bementek ebbe a webirodába, el is tudjátok adni a tokent, akár mindet, de tudtok venni is. Ez a 2000 token most 200 dollárnyi értékű. Úgyhogy szerintem a 100 000 részvény az nem volt jó üzlet beváltani 2000 tokenba. Az igaz, hogy a részvényt sem még nem tudjuk eladni, de a token is fel fog menni majd az ára. Ezek a tokenok, ezek az első tokenok, a következő a security token, ami most megjelent, de még nem tudunk vásárolni, és én nem is ajánlom, hogy most itten, ha valamit pár száz dollárra vesztek, az oké, okay, de ne fektessetek be most ebbe a régi tokenba, mert ez is át lesz majd váltva security tokenba. Az igaz, hogy nem tudom, milyen árba, meg milyen hogy lesz beváltva, de én szerintem megvárnám majd ezt az új tokent, és a SVS tokent, mert itt lehet látni a webirodában, ugye nekem 2000, meg később vettem még 90 vagy 100 SVG tokent. Ez SVG, az új meg SVS, ez a különbség. Ez az új, ez a security token, ezzel az öreggel meg ők, ez az első terv volt, és ezzel akarták finanszírozni a célprojekteket, de én gondolom, hogy ez kimarad, csak majd át lesz váltva az újra. Úgyhogy itten meg lehet ezt nézni. Azt hiszem, hogy más a tokenról nincs is. Ez az információ, ez megvan. Ezt mindenki el tudja olvasni. A Smart World program, és ilyen innovatív zöld technológiákat fognak majd finanszírozni. Amit a Unitsky már hát 2 éve legalább, de lehet, hogy még több is, sokszor beszélt erről a célprojektekről, és mindig az volt, hogy tokennal fogják majd finanszírozni, mert egyszerűbb, gyors, könnyebb a papírmunka, adminisztráció. Egyszerűen veszek egy 1000 dollárért tokent, megveszem bitcoinnal, és ez egy 5-20 perc alatt megtörténik. Az azt jelenti, hogy 20 perc alatt a Unitsky-nak a wallet-ba, a Unitsky cégének a wallet-jába
pénztárcába, bent van a pénz, és ő már rendelkezhet, már be tudja fektetni a célprojektbe. Ha részvény, akkor teljesen más a procedúra, és akár eltarthat egy-két hónapig is, még ők azt be tudják váltani, és elkezdeni használni, leadózni, meg nem tudom még mit. A tokennal meg sokkal gyorsabban. Az is az előny, hogyha mi tokent vásárolunk majd, akkor a célprojekt, ami hozamot termel, osztalékot, az is tokenban lesz kifizetve. A tokent azt mindig be tudjuk váltani bármilyen kriptovalutára, vagy rátesszük egy blockchain kártyára, most vannak legalább egy 5-6, amit én jól ismerek, és egyet most épp aktiváltam tegnap előtt, rátettem 100 eurót, és nagyon könnyen lehet használni. Ezt mindenki meg tudja venni ilyen 50-100 dollár vagy euróért egy ilyen kártyát, és tudja majd használni. Minden kártyához megy egy applikáció, a mobil applikáció, és ottan tudjátok kezelni, beváltani, visszaváltani, játszani vele. Általában 1%-kel átváltsák a bitcoint tokenba megfordítva. Úgyhogy ez egyszer valaki megpróbálja, utána nincs semmi gond vele. Még mindig nem kaptam választ, de ma írok egy új levelet Irina Volkovának, mert el kell mondanom, mi a helyzet, hogyan dolgozunk minden, mi a problémák, milyen nehézséggel, és akkor megkérdezem, hogy megígérte ezt, tehát már most egy hónapja. Nagyon sokan akarják ezt a hologram csomagot, 500 ezer tulajdoni hányad, és 5000 dollárba volt. Ez úgy lehetett kifizetni, hogy vagy egyszerre, vagy 10 havi részletre. Ugye most lerövidítették, mert a finanszírozás is lassan be akarják fejezni. Ugye még új évig akkor mennyi 6-7 részvényt lehetne, 6-7 hónapot lehetne fizetni, akkor lehet, hogy ez is, ha meg lesz, ha megadják anyacéggel, hogy eldöntse, akkor lehet, hogy ez is csak 5 havi részletre lesz. Az anyacég dönti el az Ecofestet, azt a Maszlose még nem tudja, de 3 hónappal előbb megtudjuk, hogy hol lesz az Ecofest. Azt gondolják, hogy lehet, hogy egy részbe Belorussziába, egy részbe Sárgyába, de nagyon soktól függ a politikai helyzet Belorussziába, és a helyzet, pandémia, hogy hogyan lehet majd utazni. A Maszló beszélt a konferencián erről is, hogy osztalék, kiszámítás, hogy hogy fog majd működni. Nem fordítottam épp le ezt oroszul, annyira nem értem, de a számok lehet látni. Mi a lényeg itt? Minden célprojektnek van egy vevője és a GTI. A GTI akár 80%-ba és lehet tulajdonos. Ez most elején ilyen 20-80%-ig lesz a tulajdonos. Későbbiekben, mikor kezdik fizetni majd az osztalékot, ugye, itt írja, hogy 20% garantírovano. Ez garantált, hogy minimum 20% a netto nyereségből kifizetik, ugye ez a 3 holdingon keresztül a dividendi, az a osztalék. Ez horvátul is így van, garantírano is, azért tudom. És mivel én is tanultam a csirilt, akkor megértem valamit oroszul is így elolvasni. És azt jelenti, hogy minél több részesedés van a célprojektbe, a GTI-nek, ugye természetesen annyi is a nyereség. Mert ahogy megbeszélik, hogy kifinanszírozza, milyen, lehet, hogy valamilyen város egyrészt finanszíroz, akkor
finanszírozza az állam, privát finanszírozók, és ez minden meg lesz a szerződésbe, meg lesznek kis befektetők, akik a Skyworld Community keresztül, ugye mi, ha be akarunk majd fektetni ilyen célprojektekbe. Úgyhogy így megy a kiszámítás, és ezeken a három holdingon keresztül így fizetik majd ki az osztalékot. Sokan kérdezik, hogy a osztalék majd hogyan lehet felvenni. Én azt gondolom, mivel a következő 10 évre szerződtek a SVG, a GT-vel, ugye a Unitskival, hogy lehet, hogy átveszik majd ezt a osztalékkezelést is, meg remélem, ezt a Maslow még emlegettem még 3-4 évvel ezelőtt is, hogy a mi webirodánkba rá tudunk majd kattintani és eladni, meg megvenni a részvényeket. Szóval ezt mi megadjuk a parancsot, mondjuk úgy, és akkor a brokerek a tőzsdén eladják nekünk. Ez biztos, hogy a részvény nem úgy működik, hogy rákattintok és abban a pillanatban eladják, nem olyan, mint a blockchain. De reménykedünk, hogy lehet, hogy majd blockchainra is rámennek idővel, mert az egész világ most erre megy. De 1-2-3 nap vagy 1 hét alatt akkor már lehet, hogy a broker eladja és ráteszi a számlánkra a pénzt. Utána kapunk egy értesítést, és akkor el tudjuk utalni a saját bankszámlánkra, de nem tudom, milyen lehetőség lesz még a webirodában. A adózás azt természetesen mindenki saját maga kötelező bejelenteni. Nálunk Horvátországban jó törvény van, mert ha vettem részvényt, vagy bitcoint, vagy akármilyen kriptovalutát, ez mind egy kosárba van még, akkor ha 2 éve elmúlott, 24 hónap után, ha eladom, nekem csak be kell jelenteni, és nem fizetek rá adót. De ha 2 éven belül eladom, akkor 10% plusz még egy pici valamilyen helyi adó, olyan 10,5%, amit én nem fogok sajnálni, nem tudom, eladok a Skyway-ba 100 000 részvényt, 100 000 dollárért, 10 000-et kifizettem, és 90 000 dollár, tiszta pénz, bármit vásárolhatok, új autót, házat, hajót, senki nem fog szólni. Természetesen a SVS, az SVC, Skyworld Community, ők biztos, hogy motiválnak, hogy fektessük be majd a új célprojektekbe. De ezt mindenki saját maga dönti majd el, hogy mit akarnak, főleg ha tokenba lesz, ugye azt is majd lesz olyan lehetőség. Olyan érdekes lesz a következő években. Én remélkedek, hogy már jövőre is tudunk valamilyen pénzt látni a webirodába, amit fel tudunk használni, vagy felvenni bármilyen módon, most kriptovalutával, vagy bankszámlára. Bankszámlát azt mindenki olyan bankszámlát ad, amivel rendelkezik. Nem muszáj most azt Magyarországra, vagy nem tudom, Ciprusra, bármilyen bankszámlára el lehet majd utalni. A Maslow azt mondja, hogy írt egy levelet az orosz kormány képviselőinek, hogy tanulmányozzák a Skyway projektet. Én emlékszek erre, hogy emlegette ezt, és az orosz térséggel folyamatban van a munka, de nem minden ilyen egyszerű. A technológia Oroszországban már tanúsított, ez egy új információ nekem is, de a főterv útján kell megvalósítani. Úgyhogy Oroszország egyik fővárosában arra az alkalomra mentünk, hogy szeptember előtt jelentkezni kell, most az idén, és a megvalósíthatósági tanulmányi időszakja az 6 hónaptól 1 évig tart. Mikor mi a Szívós Lacival tárgyaltunk ezekről a célprojektekről, akkor azt mondták, hogy olyan 6 és 9 hónapig tart ez az időszak,
és akkor mindenki van számítva. De legfontosabb az, hogy hány projekteket írtak alá, és hányat fogadtak el. Most nagyon fontos egy kísérleti projekt elindítása Oroszországba, és ez nekik nagyon fontos szakasz. Úgyhogy még meg kell szerezni az összes jóváhagysági dokumentumokat. A másik, ami még nem mondtam, a hány projekt van? A Maslow szerint két projekt alá van írva, ami teljesen el van készítve, és ötöt most készítenek aláírásra, ami októberig alá lesz írva. Egy Jabal-ári kikötő célprojekt az októberbe írják alá, és az 2023-ra megnyitják. Ezen kívül még 10 projektet készítenek, azt tudjuk, hogy a Vietnámban megvan az a 5-6 projekt, úgyhogy nem mondta, hogy hol vannak ezek a projektek, ami azt jelenti, 2 van aláírva, 5-5 készítik most az aláírást. Nálam nagyon esik az eső és villámlik, remélem nem csak valóval közel, mert akkor elmegy az ára. És még 10-et készítenek. Szóval 15 projekt, ami az idén megvalósulhat a aláírásra, és ebből már 3-4, amit a Junicki mondta, elkezdik építeni. Na most itt tartunk most ebben az időszakban. Azt látjuk minden nap, hogy új képek, új videók jelennek meg. Nekem épp néztem tegnap este egy videót Dubaiba, és lehetett látni, hogy ott van egy olyan úgynevezett metró, de ez végül is egy, hát egy városi vonat, ami 5 dollárért lehet egész nap menni, nem drága, és de csak egy oda, egy vissza, egy fő pálya van nekik, azt mi mindig láttuk, mikor ott voltunk, és akkor ez a vezető, aki készítette ezt a videót, épp magyarázta, hogy mennyi idő kell, még Abu Dhabiba el kell menni, Dubaiból, meg minden, a nehézségeket, meg minden gyönyörűséget, ami ottan van Dubaiba. Ezt is látjuk, hogy mennyi újságíró, ezt áthajtom, ezt a videót már láttuk. Akkor a technológia, ami elkészült a Marina Gorkába, ez a Ecotechnopark, itten lehet látni, hogy minden technológiát, amit ők legyártottak, akkor felszerelték, felépítették, letesztelték, letanúsították, és mikor meglettek ezek a certifikátok, akkor lehetett megkínálni valakinek, hogy megvegye a célprojektet, ezt a technológiát, és utána akkor mennek a szerződések, mennek ezek a kiszámítások, ugye megvalósítható tanulmány, és akkor megy a gyártás, ezek a oszlopgyártás, akkor ezek a zsinorok, akkor a járműgyártás, és körülbelül egy ilyen 15-20 kilométer, ez 1-2 évig fel lehet építeni, attól kezdve, mikor elkezdik már építeni. De legalább lehet mondani, hogy 1 év előkészítés se van. Ha meglátjuk, ilyen 2-3 év alatt a szerződés aláírástól fel lehet építeni és átadni a vevőnek, aki mindjárt tudja használni, és teljesen le van tesztelve, már az a csapat, aki vezeti ezt a projektet,
mert tudjuk, hogy minden automatán megy, akkor át lehet adni, és le van tesztelve éjjeli-nappali próbák, és akkor csak már kell a reklám, hogy az emberek utazzanak. Látható, hogy mennyire fejlődött a cég, már 36 épületünk van, irodák, gyárak, sárgyai projekt, belorusszai projekt, úgyhogy RTA. Ez a RTA, ezt mikor megnéztek valamit Dubaiba egy buszállomást, vagy a taxizókat, ott mindig lehet látni, ez a Dubai Közlekedési Minisztériumnak a jele. Úgyhogy mikor ott voltunk 2 éve, akkor mi is ezt mindent meg tudtunk látni. Akkor kezdődtek az építkezések, és lehet látni, hogy körülbelül 2 év kellett, igaz, hogy ez az első célprojekt volt, meg voltak sok nehézségek, itt volt 1 évig a pandémia, amikor annyira nem tudtak dolgozni, akkor ez a faház, ami külön engedély kellett nekik, a homok lefúrtak 30 méter mélyre, mit találtak? Ugyanazt a homokot, ami ott volt egy méteren, vagy színföldön. Amit most bejelentettek, azt hiszem, hogy ma, vagy tegnap, az, hogy, na ez nekem egy szuper, mikor meg lehet látni, hogy egy számítógépen, ugye, ezek ki lesznek majd képezve, az emberek, a személyek, akik figyelik, hogy minden jól működjön, és itten le van kamerázva minden, blockchain technológiával vannak az egész összekötve, úgyhogy avval irányítsák ezt a járműveket, nem tudja senki megtámadni, és minden veszélyt, itt lehet látni a kamerákat is fent, meg lehet előzni, bármi történik, akár valami állat, vagy az ember felmenne, vagy valaki leszeretné vágni a zsinort, bármi ilyent meg lehet előzni. Amit egy repülőbe például nem lehet, egy nagyon gyorsan megy, 2 levegőbe van, és sok minden más, mint egy ilyen projektem. A teher szállítás az nagyon fontos. Egy részben, mert nagyon drága most a teherszállítás, a második, itt kezdték építeni a harmadik szakaszt, ami egy 288 méteres horgonya tartónak mondva ilyen építik. Ez egy mai új információ, úgyhogy ezt is készítik. Itt megvannak már az állomások. Nekem van egy ilyen fél literes, megittam a vizet, egy palackot, és feltűtöttem, úgyhogy itt van az irodámba ez a homok, épp hoztam sárgyai homokot. Azt mondják, hogy azzal nem lehet építeni, mert tiszta kerek, és nem fogja meg, nem jó malternek. És ennyi homokjuk van, de ha építkeznek, akkor valahonnan máshol hajóval hozzák a homokot. Azokat a műszigeteket is, a pálma is, meg a világ szigetek, az is mind behozott, megvett homokkal készítették el. De én gondolom, hogy nagyon jó lesz majd elmenni. Megtudjuk, hogy mikor lesz ez az Ecofest, akkor lehet, hogy akkor kellene elutazni. A 500 milliárd dolláros projekt a Szaúd-Arábiában, ez egy futurisztikus, óriási építkezés lesz, és ide jöttek a képviselők és a cégvezetők,
akik meg akarták ismerni ezt a technológiát, mert azt tudjuk, hogy ez a Neom város, ez itten nem lesz, le lesz tiltva minden autózás, teljesen egy szuper modern várost akarnak építeni, 100% tiszta energiával, és ide benzines, dízeles autó nem mehet be, hanem teljesen automatizálva. Lehet, hogy lesznek ilyen kis elektromos rollerek, biciklik, meg ilyen mindenféle járművek. Én remélem, hogy kiválasztanak minél több Skyway technológiát, mert egy ilyen nagy, óriási projektbe, ha a Skyway bemenne, akkor az biztos, hogy egy, nagyon megnövelni az értéket, kettő, lenne új célprojekt, aminek a Skyway ugye 20%-tól plusz, nem hiszem, hogy lesz sok, mint 20%, mert ez óriási projekt, még nem lesz nekik annyi pénzük, és ami a harmadik, mikor megtudja a világ, hogy milyen, ki építi ezt a Neom projektet, azok a indonéziaiak, ausztrálok, meg a indiaiak főleg, akik lemondták azt egy milliárd dolláros projektet, akkor majd kiesik a szemük, mikor meglátják, hogy egy Szaúd-Arábia egy ilyen nagy projektba a Skyway vagy a Unitsky String technológia építi. Ugye látjuk, hogy a sárgyai seik is hozzájárul, és ő ajándékozta ezt a földet, ahol a sárgyai projekteket építik, úgyhogy nagyon fontos, hogy ők elfogadták ezt a technológiát, és látom, hogy ez a tegnapi dubai videó, amit néztem, hogy ott is vannak most ebbe az ő úgynevezett metrójukba, van gold card, ami aranykártya, és akkor megy ilyen luxus VIP-vel utazik, meg van a másik, most nem tudom, a silver talán, vagy bronz kártya, a belépő, ottan meg megy a többi, a hagyományos utazás. Úgyhogy így készítette a Skyway is, hogy VIP járművek, meg lesznek azok a többieknek, ami biztos, hogy olcsóbb lesz. Itt lehet, hogy kap egy pohár gyuszt, vagy egy pohár pezsgőt, vagy bombonyérát, csokoládét, ottan meg leül a székre, utazik két-három állomást, és kimegy. Ugye erről a projektről is már írtak az újságba is, hogy összekötik ezt a két kikötőt, és ami nagyon fontos, hogy hivatalosan 35 tonnás konténereket fognak szállítani, ami 15 méter magas oszlopokon fog menni, és 200 méter a oszlopok egymás mellett lesznek. Nem jól mondtam. 200 méterként lesznek az oszlopok. A konténerek automatizálva lesznek ezekkel a Unitsky kikötővel, ahol nagyon gyorsan ki lehet üríteni a nagy teherhajókat, meg ugyanúgy feltölteni is. Akkor van ez a projekt, a 15 kilométeres, ami a központban van, ugye ott a Burj Al Arab, meg azok a kis tavacskák mellett fognak menni. 21 állomás, erről még mindig nem tudunk semmit, és a Hussein Al Mahmoudi, ez a sárgyai igazgató, akik minden másnap, harmadnap tartanak ilyen konferenciákat, bemutatókat, majdnem minden videón meg lehet látni már az elején, hogy a Skyway, a Unitsky String technológia a legfontosabb közlekedési partnerük. Úgyhogy ez is egy YouTube videón, ez épp akkor indult el, 5 perc, hogy elindult, és akkor lefényképeztem.
A világkiállítások, ugye azt tudjuk, hogy a Skyway már volt majdnem 15 világkiállításon. InnoTrans Berlinben mi is voltunk kétszer, Minskbe is volt, Moszkvába, egyszer Dubajba is volt, Indiába, Vietnám, Indonézia, Ausztrália, meg Izraelbe is azt hiszem, hogy voltak egy kiállításon, és most a Nadezhda Košáreva bejelentette, hogy a Expo Dubai, ami a legnagyobb világkiállítás, amit valaha az ember szervezett. Itt tavalyra szervezték, 6 millió embert vártak az idén október 1-től és március 31-ig, fél évig, 182 napig fog tartani, és minden nap ott lesznek egy ilyen makettal, ahol bemutatják a lineáris okos városokat, a Skyway technológiát, és mindenkit kihívnak a Sárgyába egy ingyenes utazással, és ott a helyszíni bemutatóra. Úgyhogy mi is szeretnénk megszervezni, de megvárjuk, már igazából szervezem, de nem tudjuk a dátumot még. Most 43 fok van éjjel-nappal ottan, nem sokkal melegebb, mint nálunk. Most nálunk kicsit lehűlt egy 10 fokkal, jó kényelmes a levegő, de akkor októberben olyan 25-30 fok lesz, és az már szuper. Mi márciusban voltunk, de március végén, akkor olyan 25-28, mikor utolsó nap mentünk haza, március 31-én épp mentünk a repülőre, akkor már 32 fok volt, nekem meg egy kabátom volt, úgyhogy nagyon örültem neki. Érdekes lesz, szép lesz megnézni. Lehet, hogy nem lesz legjobb egy hajóutazás, mert most láttam a videókon, maszkkal mennek, még táncolnak is maszkkal mennek a jacuzziba, úgyhogy elment a kedvem a hajóutazásra, remélem mindenkin ez így lesz. De ki tudja, mi történik még fél év múlva. Lehet, hogy csak egy ilyen dubai kiruccanást fogunk majd szervezni. Általában 40 euró, 50 euróért vannak ott a szállodák reggelivel. 50 euró az már félpanzió volt, a Astana Hotelben, ahol mi voltunk, 4 csillagos, medencével, wellness-el mindennel, de lehet, hogy mikor expo lesz, akkor kicsit drágább lesz, de egy 5 nap, 7 nap, ha Dubajban leszünk, nem lesz annyira vészes, meg a repülő is, mert én tudom, hogy nekik a filozófia az, gyertek olcsón ide, nem drága a repülő, adunk olcsó szállodát, de utána egy olyan kínálat van, hogyha egy millió dollárt hozol, azt is egy hét alatt el tudod, ha akarod, költeni. Úgyhogy ez az ő filozófiájuk, és mindenki ki tudja választani. Meg lehet enni egy szendvicset 2-3 dollárért is, de el lehet menni egy étterembe, ahol fizettek személyenként 2-300 dollárt. Úgyhogy, vagy még többet is. Úgyhogy mindenki ki tudja választani. Én nagyon örülök ezeknek a gyönyörű képeknek. Ugye múltkor is mondtam, a Skyway technológiát lesz majd egyik fő bemutatója, és ez is egy óriási reklám, mert több millió ember évente meglátogassa a Dubait, oda mennek legények is, meg családosak, kisbabával utaznak. Ugye tudjuk, hogy a Dubai egy annyira biztos ország, ott nincs semmilyen veszély, éjjel-nappal senki nem mer bántani, és nagyon az ember jól érzi magát, nem mint egy, mit tudom, valami afrikai országba, ha el kellene menni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várnak a Skyway-esek is. Ahogy kapjuk majd információt, úgy szervezzük, mert szerintem egy 100 nappal előbb meg tudjuk szervezni a utazást is. Nekünk még az a feladatunk, hogy minél több certifikátot szerezzünk magunknak, minél több legyen ez a részvény, és akkor lesz mit majd eladni a tőzsdén is, vagy meghagyni és várni minden évben az osztalékot.
Én köszönöm szépen. Kicsit ma elhúzódott, több információ volt. Jó kedvem volt. Remélem, hogy volt hasznos információ. Mindenkinek további szép estét, szép napot, szép hétvégét kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!